A kultúrturizmus egy viszonylag új fogalom hazánkban. A Magyar Turisztikai Ügynökség megfogalmazása szerint a magyarországi kulturális turizmus elsősorban Budapestet és a városlátogatást foglalja magába. Európai viszonylatban leginkább a fővárost kínálják ilyen turisztikai termékként, de egyre több nagyváros is helyet kap a listán. Ennek jegyében írt alá együttműködési szerződést a legnagyobb sóstói hotel és a József András Múzeum. Ez azt jelenti, hogy a Hunges Hotelban megszálló vendégek azok 10% kedvezményt kapnak a nyíregyházi múzeumokban. Ugye ezt nem csak a József András Múzeumra kell érteni, hanem a sóstói múzeumfalóra és a kálai gyűjteményre is. De ez visszafelé is igaz, hogyha a mi külföldi vendégeink vagy konferencia résztvevői szeretnének itt megszállni, akkor a hotel kedvezményt biztosít ezeknek a vendégeknek a számára. A megállapodás lehetőséget ad konferenciatermek biztosítására is. Nyíregyházán több olyan destináció van, amely érdekes lehet a turisták számára. Ezek közül a múzeum együttes az egyik, hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón. Itt a hotel és a múzeumok viszonylatában ugye már most a hétvégén történt egy próbálkozás a disznótoros fesztivállal kapcsolatban. A hotel ugyanis a program ajánlóiban kiajánlotta a harmadik nyírségi disznótoros fesztivált, és meg is telt lényegében a Hunges Hotel sóstó erre a három vagy erre a két napra. És ahogy hallottam a visszajelzést, nagy öröm a számomra, az ide látogatók mind nagyon jól érezték magukat kint a sóstói múzeumfaluban. A szakemberek úgy vélik, ha a kultúra és a turizmus összekapcsolódik, a hagyományokra és a művészetekre épülő programok jöhetnek létre, amely egyre szélesebb réteg számára lehet érdekes. Ezt tovább bővíti például a sóstó Open Air, amely egy újabb réteget szólít meg és vonz a sóstói hotelbe. 123 szobánk van, az azt jelenti, hogy alap esetben 246 vendéget tudunk elhelyezni, de természetesen pótágyazási lehetőségek is van, kisebb, nagyobb gyerekek számára is, hisz sóstó vagy a szálloda nem csak az alvást és az étkezést jelenti itt, hanem a fürdőzés, kikapcsolódást, apropó ugye a múzeumban való látogatás, az állatkertben való kirándulás, de hát a környékre is itt azért Nyíregyház és környéke nagyon sok turisztikai látnivaló van. A nemrég megnyílt hotel az első negyed évre 50%-os kihasználtságot tervezett, amelyet el is értek. Karácsonykor teltház volt, és már húsvétra is alig van szabad hely. Az igazgató szerint ez jól mutatja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés Nyíregyháza iránt.